Így élőben rossz, hogy oxigénellátása van, szondatáplált, légcsőkanülös, a világáról nem tud. Én ezt értem, hogy leírva átlépünk ezen, de ez a nagy, büdös valóság. Ez. Eljöttünk ide Maglódra, és nem véletlenül, mivel nem sokára, 10 órakor egy kilakoltatást akarnak foganatosítani itt Maglódon, és nem is akármilyet sajnos, mivel egy súlyosan fogyatékos gyermeket és családját szeretnének kilakoltatni. Felháborító ez az eset, főleg azért, mert devizahitelről van szó, másrésztről bőven áron alul került elárverezésre ez az ingatlan, harmadrésztről pedig azért, mert a árverési vevő annak tudatában, hogy tudta, hogy súlyosan fogyatékos gyermekkel élnek itt ebben a ingatlanban, ennek ellenére is kérte a kilakoltatás foganatosítását a végrehajtótól, és azt pedig végre is szeretné hajtani most 10 órától, ezért jöttünk ide a helyszínre, hogy megnézzük pontosan, hogy mi is fog itt zajlani. És magán az árverésen például a plusz egy szoba nincs is rajta. Magának. Tehát 2017-ben lett hivatalosan plusz szoba építve, de az nincs is rajta. Az sincs, hogy az emelet teljesen készen van, különálló szint, az sincs feltüntetve. És mennyiért is kell fel az ingatlan? 49 millió. És akkor 60 millió a tartozás? Összesen. 60 milliót kér most a hölgy, aki megvette a tartozást, úgyhogy a hivatalos elszámolás alapján 9 millió a tartozásunk. Uh-huh. És első fokon visszautasították? Első fokon vissza, mert hogy ő nem látott, vagy nem tudja, hogy mi változhatna abban, hogy időt ad. Ezt írta a bíróság. Arra fellebbeztünk és elküldtük nekik, hogy október végén lehetőségünk van telket venni, és arra egy gyors építésű ingatlant építeni, és ezért kellett volna plusz idő. Aha, lett volna B-be megoldás. De erre még nem kaptunk választ a másodfoktól. Mai napig nem kaptam rá választ, hogy hivatalosan leírta-e volna, hogy vagy bérleti díjat, vagy mi az az összeg, ami. De még nincs. Nem érkezett válasz. Csak annyi, hogy ők nem engedélyezik, másodfokú bíróság döntése még nem érkezett meg. Hát azzal, hogy az elején úgy tárgyaltunk e-mailen, hogy közös megegyezéssel, tehát hogy mind a két fél normálisan ki tud ebből szállni, ők megkapják azt a pénzt, amit beletettek, tehát magát az árverési összeget, illetőleg az ügyvédi díjat, a fennmaradó pedig akkor a mi pénzünk, és akkor mindenki tud belőle. De utána megsértődött az árverési vevő ügyvédje, hogy fellebbeztünk. Van egy eljárásunk még, amire a másodfokú bíróság nem hozott határozatot. Méghozzá arra, hogy az ingatlant el kell lehagynunk, hogy kapunk haladékot. Mi a mai napig erre nem kaptunk még választ a másodfokú bíróságtól. Másodfokú leutasították. Erre fellebbezési lehetőségünk van, ami speciál, mondjuk akár egy súlyosan fogyatékos gyereknek az életét veszélyezteti. Több mint 60 napon ezelőtt kiküldtek a jelentéseket. Igen. Megtettük. Tehát nem várjuk meg a másodfokú bíróság jogerős végzését. Értem, világos. Jó, és hogyha két nap múlva azt mondja a másodfokú bíróság, hogy maradhatunk, akkor kiköltöznek azok, akiket beköltöztetnek most? Erről majd a bíróság. Jó. Van helye, tehát itt van a tulajdonos, a lakás tulajdonos. Igen. De ilyenkor itt kéne lenni egy ilyen helyzet alapján, azt a lenni, hogy az akkor hívja meg, vagy nem, vagy akkor elhelyezik. Már hogy most szerel... Most. Jó, oké. Okay. Megiszik, leszívom a légcsőkanőjét, mert különben megterítődik a tüdeje a váladékkal, és akkor utána szépen őt elkezdjük figurítani. Igen, tudtuk. Nincs ezzel semmi gond. És kire hagyjuk? Kire hagyjuk? Kire hagyjuk?
Tehát az, hogy önök mondjuk ne lássanak egy súlyosan fogyatékos gyereket? Nem, erről van szó, tudunk róla. Igen? A beadványokat tovább igen? Mutatjuk is. Így élőben rossz, hogy oxigénellátása van, szantettáp, tehát légcsőkanülős a világáról nem tud. Én ezt értem, hogy leírva átlépünk ezen, de ez a nagy, büdös valóság. Ez. Nem vagyunk vele, hát ugye, és tudom, hogy rossz látni egy ilyen gyereket, mindenkinek rossz, és nagyon szépen hátat tudunk fordítani ezeknek a gyerekeknek, mert nem akarunk vele foglalkozni. De a nagy, büdös valóság ez. Ez. Ezért kértünk haladékot. Önök elutasították. Értem, a hivatal elutasította, mi erre kértünk időt, ezt önök, sem önök, sem senki nem várja. Nagyon sajnálom, hogy látniuk kell, ez a valóság. Akkor mindjárt kigurítjuk és leszívjuk a légcsőkanőjét. Tessék. Eltettem a személyidet hozzám. Jó, akkor kérek szépen utat, mert el kell kezdenem a cuccait kikészíteni. Oké? Okay. Tessék? Persze. Mária? Te fogd azt, hogy meg a gyerek. Mária? Az embertelenség tetőfokára hágott itt Maglódon az elmúlt pár órában itt a kilakoltatás folyamán, ezért most egy pár szót szeretnék Andrával is váltani ezzel a kilakoltatással kapcsolatban. Ugye ez, ha jól tudom, ez egy devizahitel alapú szerződésből fakadt maga ez az egész kávária. Ez mikor vettétek fel, milyen összeggel? 2008-ban vettük fel ezt a hitelt, ez egy szabad felhasználású devizahitel volt, ingatlan fedezettel sajnos. És körülbelül a 8 millió forint magasságát vettünk fel 2008-ban. Uh-huh. Egy hitelkiváltásos kölcsön volt. Uh-huh. És most mekkora ez a tartozás, vagy mekkora volt az ábrezés előtt? Maga az elszámolásnál, amit az Erste Bank részére kellene hivatalosan fizetnünk, az 9 millió forint. Aki megvette a tartozást, ez a hölgy, ez jelen pillanatban 60 millió forintos követeléssel van, 21 millió a tőkéje, és a többi pedig a ő kamata. Az árverési, vagy az árverésen 49 millió forintért kelt el az ingatlan, ami jelen pillanatban 110 millió forintos piaci áron értékesíthető. Több mint a duplájáért el fogják tudni adni esetleg. Azt tudod-e, hogy az árverési vevőnek mi a célja ezzel az ingatlannal? Magán a papírokon, mert hogy ezt kell szerepeltetni, ők lakhatási céllal vásárolták ezt az ingatlant, viszont ők jelen pillanatban 110 millió forintot kérnének vissza. Tehát ez szerintem nem lakhatási cél. Hanem számotokra eladták volna ezt az ingatlant? Az első megkeresésünkre azt a választ kaptuk az árverési vevő ügyvédjétől, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy ezt rendesen meg tudjuk oldani ezt a problémát, amiben annyit jelentett, hogy ők megkapják azt az összeget, amit kifizettek az árverésen, ezt a 49 millió forintot, plusz az ügyvédi munkadíjat, mert hogy mennyi munkája volt az ügyvédnek vele. De amikor mentünk személyes megbeszélésre, akkor már az ügyvéd meg volt sértődve, hogy mi fellebbeztünk a kilakoltatás ellen, uh-huh. és innentől fogva ők most már 110 millió forintot kérnek azért, hogy visszavásárolhassuk az ingatlanunkat. Hát ez tragédia maga az árverési vevőkre vonatkozó szabályok is, meg hogy ilyen népnyúzást tudnak a hiéna árverési vevők véghez vinni. Ugye itt az előbb is említetted ezt a bíróságra, hogy bíróságra vittétek ezt az ügyet, fellebbeztetek, kifogással éltetek. Ugye ez azt jelenti, hogy ezt a 6 hónapos halasztást kértétek a bíróságon, ugye itt a súlyosan fogyatékos gyermekeddel való tekintettel. Tudnál egy pár szót mondani a gyermek állapotáról esetleg, hogy... A gyermek 2009-ben született, súlyos oxigénhiányos állapotban. Ez annyit jelent, hogy sajnos a születése közben ő megfulladt, és mikor ő megszületett, akkor újra kellett őt éleszteni, ez 22 percbe tellett, tehát ez egy nagyon hosszú idő volt, és ennek eredménye az lett, hogy egy nagyon nagy fokú agykárosodást szenvedett, ami az egész központi idegrendszert érinti. Mind a mozgás, tehát 4 végtag bénult, a légzőrendszere nem megfelelően működik, tehát most már légcsökkenőt visel, sokszor oxigén igénye van, és most már szondán táplálható 2017 óta. 24 órás ellátást igényel.
És ennek ellenére, vagyis ennek tudatában egyrészt az árverési vevő kérte a kilakoltatás foganatosítását, illetve a bíróság elutasította a kérelmeteket? Így van, mert amikor megkaptuk a papírt, hogy 2024. 10-én 10 órakor a végrehajtó birtokbaadást fog végrehajtani, tehát kilakoltat minket az ingatlanból, erre lehetett fellebbezni. Ezt a fellebbezést mi határidőben beadtuk. Erre a fellebbezésre, mert hogy ő elutasította a 6 hónapos időnket, méghozzá azért, mert a Monori Járásbíróság bírójának nem volt egyértelmű, hogy mire lenne elég 6 hónap türelmi idő. Tehát ahelyett, hogy ő egy hiánypótlást kérne, hogy nyilatkozzunk arról, mire lenne ez elég, ő automatikusan elutasította a kérelmünket, amire szintén lehet fellebbezni, de a mai nap folyamán megtudtuk, hogy nem halasztó hatályú. Tehát mi beadtuk a fellebbezést a másodfokú bíróságnak, amit szintén az elsőfokú bíróságnak kell küldeni, mire ő továbbítja, illetőleg első körben ő nyilatkozatot kért az árverési vevő ügyvédjétől, akár időhúzásképpen, hogy engedi-e azt, hogy mi maradjunk még egy pár hónapot az ingatlanban, vagy nem. És ebben a fellebbezésben beleírtuk azt, hogy mire lenne elég a fennmaradó idő. Uh-huh. Jelen pillanatban odáig tartottunk, hogy az árverési vevő ügyvédje azt írta le, hogy nem engedélyezik, hogy tovább maradhassunk. Illetőleg a másodfokú bíróság a mai napig nem hozott semmilyen végzést és határozatot arról, hogy ő megengedi-e a pár hónap türelmi időt. Tehát jelenleg még megint ott vagyunk, mint ahogy az árverésen voltunk, előbb elverezték a házunkat, és utána kaptunk egy végzést, hogy jogtalanul járt el a Monori Járásbíróság. Most megint ott tartunk, hogy kilakoltattak, de még nincs jogerős végzés arról, hogy valóban el kell hagynunk az ingatlant. Ez tragédia a jogrendszerre nézve is. Ugye meg nem megalapozatlan volt a kérelmetek egyrészt a gyermekre való tekintettel, ugye a súlyos fogyatékos, és illetve az is, hogy valamilyen házat tudtatok volna szerezni vagy építeni gyorsan egy pár hónap alatt. Igen, természetesen meg volt az idő, hogy költöznünk kell. Attól függetlenül még nagyon sok perünk van avval beadva, hogy az árverés jogtalan volt, a földevizahitel még mindig kérdéses, hogy valós-e a tartozásunk, illetőleg mennyi a tartozásunk. És itt volt, hogy már elkezdtük természetesen a gyermek biztonsága érdekében a költözés szervezését, de még egy pici időre lett volna szükségünk, mert október végére lett volna lehetőségünk ingatlanhoz jutni, vagyis bocsánat, telekhez jutni, és erre a telekre egy gyorsan épülő kézházat lehetett volna építeni, telepíteni, de nem kaptunk erre időt. Úgyhogy jelen pillanatban egy kis lakásban meg tudjuk húzni magunkat a gyermek biztonsága érdekében, mert különben segítséget nem kaptunk állami szinten, hogy bármi lakhatást egy átmenetét tudnának biztosítani nekünk, viszont hogyha nem tudom megoldani, akkor intézetbe viszik a gyereket. És miután ő súlyosan beteg, neki 24 órás ellátásra szüksége van, és az ő életével nem játszunk. Hát ez egyértelmű. Sajnálom, hogy ilyen helyzet alakult ki, és nem tudtunk időt nyerni, sem a bíróság nem úgy döntött, hogy nektek az ugye pozitív legyen, illetve ami a legfelháborítóbb, hogy a árverési vevő ennek ellenére, ennek tudatában, ugye mégis kérte a kilakoltatás foganatosítását, illetve a devizahiteleseknek még mind a mai napig nincsen a kártalanítás rendezve itt Magyarországon. Nektek sok kitartást, és a gyermeknek pedig teljes életet kívánok a jövőben is, és a nézőknek pedig üzenném, hogy a Mi Hazánk Mozgalom teljes egészében elítéli az ilyen és hasonló eseteket, és pontosan ezért is kívánunk, ezért is követelünk több törvénymódosítást, egyrészt a árverési vevőkre vonatkozóan, a devizahiteleseknek pedig mielőbb kártalanítást kellene kieszközölni, amiben ugye Andráék is ugyanúgy részesei lennének. Nagyon szépen köszönjük, és bízunk benne, hogy munkátokhoz sok sikert kívánunk, és hogy valaha ebben az országban is egy kis rend lehessen. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!